Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 20-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát ne csodálkozzatok el azon, ha én közlöm itt, hogy hol van a hold, a nap és a bolygók, az más, mint a mi általunk ismert asztrológiában. De ez az indiai asztrológia, ez a számítás nagyon precíz. A mai nap a 12. tithihez tartozik. Ennek a tithinek a szimbóluma egy megfordított fa. Az úgy néz ki, hogy a gyökerek felfele mutatnak, és a levelek viszont alul vannak. Ennek van egy jelentősége, mégpedig az, hogy keressük a kapcsolatot az égi erőkkel, mert ott tudunk gyökeret vetni. És az, amitől mi elbúcsúzni szeretnénk, vagy valakitől, azt hagyjuk ott lent a földön. Ez jelenthet egy búcsúzást is, viszont új kapcsolatokat. Ez a tithi azt is kimondja, hogy fontos, hogy mi a távolba tekintsünk. Én azt úgy gondolom, hogy most tervezzünk dolgokat, amit nem a napokban szeretnénk elérni, hanem később. Ebben az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold ma az Uttarapatra holdházban található, és ez azt közli velünk, mennyire fontos tisztítani a gondolatainkat, érzelmeinket, de kapcsolatokat is. Az elemek. A tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme kihat az életünkre. A tűz elemében van a nap, a kos jegyében. Ez a havi téma, de mutatja azt is, mennyire fontos, hogy mi ilyen irányba tekintsünk. Pontosan az, ami lelkesít bennünket. A föld elemében van Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Mars és Vénusz kihat a párkapcsolatra, és a föld elemében itt stabilizálódik valami. Mint ahogy mondtam a napokban is, Jupiter adja a lehetőségeket, és Szaturnusz bolygó irányítja a sorsunkat. A levegő elemében nincs hatás. De a mi bolygónk a mérleg jegyében van, és az a levegő eleméhez tartozik. A föld mutatja, hogy mire van szükségünk. És ez a levegő eleme. A szabadság, a könnyűség, az új ötletek, annak megvalósítása, de a mérleg jegye is kihat erre. Ez a párkapcsolati témákat jelzi, és az igazságot. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, a víz eleme kihat az érzelmeinkre. Itt van a hold a halak jegyében, és az a víz eleméhez tartozik, és ezt érezzük nagyon intenzíven. Kell, hogy beszéljünk az érzelmeinkről, vagy hallgassunk a belső hangunkra, de az álmainkra is. És pontosan ezt erősíti meg Merkur bolygó, mert az kihat arra, hogy hogyan cselekszünk, vagy miről beszélünk. És most a kapcsolatok. Merkur bolygó gyorsabban mozog, mint Mars bolygó. Merkur és Mars bolygó között ez most lazulni fog. Ez kihat a tettekre, a beszélgetésekre, főleg a férfiaknál.
Viszont Merkur bolygó még mindig egy jó kapcsolatban van Vénusz bolygóra, ami ránk hölgyekre vonatkozik, tehát kell, hogy beszéljünk a párkapcsolatról, vagy arról, amit mi most szépnek tekintünk. Mert a Vénusz bolygó kihat a szépségre is. De lehet egy jó barátnő is, és ez a kapcsolat, ezek a beszélgetések most fontosak. Mars és Vénusz még mindig ebben a trigon kapcsolatban áll, ami kellemes, és kihat a szerelmi élet területére. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!